Jó reggelt kívánunk, köszöntjük Önöket, ez a napindító, kezdjük műsorunkat Árendes Péter külpolitikai szerkesztő kollégámmal, és itt van már velünk Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, jó reggelt kívánunk. Köszöntöm a kedves nézőket, szervusz tanár úr, tisztelet tanár úr, és szervusz Eszter. Intenzív konzultációk tárgyát képezi annak engedélyezése, hogy Ukrajna az amerikai nagy hatótávolságú rakétarendszert használhassa Oroszországon belüli célpontok támadására, és Németország nem fogja megengedni, hogy Ukrajna a front mögött német fenyverekkel indítson támadásokat, ezt Olaf Scholz német kancellár jelentette ki. Ezekről is beszélgetünk majd, aztán kapcsoljuk majd Vida Ákos Skype-on keresztül a németországi migrációs politikának felemelkedése és bukása, ez lesz a témánk, és kikapcsolunk Gunda Györgyhöz is Kárpátaljára. Úgyhogy kezdjük is műsorunkat, és Peti, hozzád fordulok, mik a legfontosabbak az elmúlt 24 óra? A legfontosabbak talán az, és a kedves nézőkkel meg is osztanám azt az információt, amely tanár úr, arra majd bővebben fogunk átbeszélni, mégpedig azt, az Egyesült Államok részéről jóvá hagyták ugyanazt, hogy a nehézségi, nagy hatótávolságú fegyvereket csapást mérjenek orosz célpontok ellen mélységű támadásokra gondolok, viszont ez nem történt az Egyesült Államok által átadott fegyverekkel Ukrajna esetében. Ezt az egyik legfontosabb hír az elmúlt három napot illetően, ami közvetlenül az orosz-ukrán konfliktust illeti, de bővebben erről nem sokára tanár úrral beszélünk. Először engedjék meg, hogy néhány szóban összefoglaljam az elmúlt három napban legfontosabb eseményét a háborút illetően. A pénteki nappal kezdeném. Kijev elérte a remélt hatást a Kurszki régió ellen augusztusban megindított offenzívájával. Ezt mondta az ukrán elnök, ugyanis szerinte sikerült lassítani az orosz erők előrenyomulását Kelet-Ukrajnában, Kurszkon pedig tartják az állásaikat. És úgy fogalmazott Volodymyr Zelenszky, idézem, megjöttek a várt eredmények, Harkivban megállítottuk az ellenséget, Donyaszben pedig sikerült őket lassítani, még ha nehézségek árán is, mondta tehát Zelenszky elnök. Ezzel szemben egészen másról számolt be az orosz védelmi minisztérium, ugyanis a tárca azt közölt, hogy elfoglalt az orosz hadsereg a pénteki nap folyamán a Donyecki régióban található Dolinivka települést, állt át a védelmi minisztérium közleményében. Az orosz fegyveres erők az elmúlt hét folyamán, tehát itt egy egész majdnem teljes hetet néztek, a Donyecki medencében 8 települést foglaltak el, a Kurszki régióban pedig 10-et szabadítottak föl. A szeptember 7-e és 13-ai közötti időszakra vonatkozó hadijelentés kitér arra is, hogy 88 ellentámadástról tesznek említést, amelyet visszavertek az oroszok, csak nem 17 ezer ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan ebben a szűk egy hétben, 49-en pedig megadták magukat. Ezzel egyidőleg pénteken bejelentették azt, hogy Nagy-Britannia nem törekszik a konfliktussal Oroszországgal, ezt a brit kormányfő mondta, Keir Starmer, ugyanakkor azt is hozzátette, hogy a föderáció kezdte ezt a háborút, és ennek a háborúnak a föderáció az, amely véget tud vetni. Ezt követően pedig elutazott az Egyesült Államokban, ahol többek között a brit kormányfő az Egyesült Államok elnökével tárgyalt, elsősorban a nagy hatótávolságú fegyvereknek bevetésének kérdéséről egyeztettek. Az Európai Unió részéről is megszólaltak, még a pénteki napon elítélte Brüsszel, hogy Irán ballisztikus rakétákat szállít Oroszországnak. Ez ugyanis Brüsszel olvasatában súlyos fenyegetés jelent az európai biztonságra nézve, ezt József Borrell mondta, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Ezzel egyidőleg egy gazdasági hír is napvilágot látott még a pénteki nap folyamán. Meghaladta 4,5 milliárd eurót az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank által a háború kezdete óta Ukrajnának nyújtott finanszírozásoknak az összege. Ami a szombati napot illeti, heves orosz drón támadás érte Kijevet, illetve más ukrán nagyvárosokat. Ukrajna számos régiójában hosszú órákon keresztül szóltak a légiriadó és a légvédelmi szirének. Volodymyr Zelenszky ezt követően azonnal ismét a nyugati szövetségeseket arra kérte, hogy biztosítsák a nagy hatótávolságú fegyvereket, és azokhoz tartozó engedélyt, hogy mélységi csapást hajtsanak végre orosz célpontok ellen ezekkel a nyugati fegyverekkel. Szintén a szombati hír, az Egyesült Arab Emírségek közvetítésével folytatott tárgyalásoknak az eredménye az volt, hogy 103 ukrán hadifogoly szabadulhatott ki orosz fogságból, és ugyanilyen számban térhettek haza, vagy térhetnek haza majd orosz katonák, ők jelenleg még Fehér Oroszország területén tartózkodnak. Magyarország, és ez Magyarország tekintetében nagyon fontos hír, továbbra is kitart korábbi álláspontja mellett, deklarált célunk továbbra is az, hogy nem szállítunk fegyvereket Ukrajnába. Ez Böröndi Gábor, a Honvéd vezérkar főnök erősítette meg
Prágában. Ugyanezen a prágai ülésen ugyanakkor a NATO egyik vezetője, Rob Bauer azt mondta, Ukrajnának megalapozott, törvényes és katonai joga van ahhoz, hogy mélyen Oroszország területére és csapásokat mérjen. Ami a vasárnapot illeti, még néhány hír. Az orosz hadijelentés, amelyet vasárnap hoztak nyilvánosságra, 6 ukrajnai frontszakasz közül 4-ben számolt be arról, hogy előre törtek az oroszok, Donyeckben 17, Kurszk megyében pedig 4-ben nevezték meg az orosz erők által visszavert ellentámadások számát, már ami ennyit hiúsítottak meg az ukránok részéről az oroszok. A különleges hadművelet övezetében a moszkvai összegzés szerint több mint 2200 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan 24 óra alatt, Kurszk irányában pedig ugyanez a szám több mint 300 főre tehető. Arról is beszámolt az orosz védelmi tárca, hogy 3 harci gépet lőttek le. Az orosz védelmi minisztérium szerint 2 Su-27-es és egy MiG-29-es vadászgépről van szó. És akkor a végére még 2 hír. Oroszország egy hét leforgás alatt, mint egy 30 darab különböző típusú rakétát, több mint 800 irányított légibombát és csaknem 300 csapásmérő drónt vetett be ukrán célpontok ellen. Ezt már Volodymyr Zelenszky ukrán elnök mondta, aki, ahogy tette, szombaton, vasárnap ismét arra kérte a nyugati szövetségeseket, hogy bólintsanak arra rá, hogy nyugati fegyverekkel, elsősorban amerikai és brit fegyverekkel mélységi csapásokat lehessen oroszországi célpontokra mérni. A nagy hatótávolságú fegyverek bevetése kapcsán pedig a brit külügyminiszter még annyit mondott vasárnap, az Ukrajnának szállított nagy hatótávolságú nyugati rakéták oroszországi célpontok elleni bevetésének engedélyezéséről szóló döntés előtt alaposan meg kell vizsgálni, hogy ez hozzájárul-e, vagy pedig nem az orosz hadsereg visszaveréséhez. Én fordulok tanár úrhoz, először szerintem lesz kiegészíteni valója, majd utána akkor kérdezek. Amit ön elmondott, én teljesen egyetértek vele. Az USA azt mondta, hogy lehet csapást mérni Oroszországra, de nem amerikai fegyverekkel. Na most azért ez egy érdekes dolog, hát túl sok olyan fegyver, amivel csapást lehetne mérni, van még a brit, a német, a francia, ebből a németek elhatárolódtak, a britek elmentek tárgyalni Washingtonba. Nekem rendkívül érdekes volt, hát a Bidennel szegénykével nincs mit megtárgyalni, hát fogalma nincs semmiről. Ő január 20-ig az USA elnöke papíron, de hát a valóságban ez egy sokkal kevésbé igaz. A utolsó, amit fölírtam, hogy Zelenszky, Kurszki áttörés milyen sikeres, nem igaz. Tehát mi volt a Zelenszky féle elképzelés, hogy cserébe orosz csapatokat vonnak el a Donbász térségéből? Nem vontak el. Tehát ettől kezdve a Zelenszky a világnak és a saját lakosságának hazudik. Én ennyit írtam föl. Köszönöm szépen. Hát a propagandagépezet ugyanúgy működik, mint mindig minden háború esetében. Persze. Viszont maradjunk akkor a nagy hatótávolságú fegyverek bevetésén. Ez egy valós vörös vonal, ezt elmondták az oroszok is. És nagyon sok ország már azt mondta, legyen, ám legyen, de ezek kisebb országok a jelentősebbek, hogy ön is mondta, a németek, a britek vagy pedig az amerikaiak. Erre így ex-katedra nem jelentették, hogy igen, lehet. Az Egyesült Államok részéről azt hangzott el, hogy ami nem amerikai fegyver, lehet. De nyilván ez vonatkozik a britre is, mert a britek és az amerikaiak szövetségben dolgoznak. Persze. Ez egy nagyon érdekes dolog. A britek távol vannak, tehát ők úgy érzik, hogy sok mindent megengedhetnek. Az új brit kormány túl nagy különbséget nem folytat Oroszország politikájában az előzőhöz képest. A németeknél nagyon érdekes a helyzet. Egy, most vasárnap Németországban újabb tartományi választás lesz. Talán lesz 2 percünk erről beszélni. 2. Újra fölmerült a K-frage. A kancellár kérdés. Hát nincs eldöntve, hogy ki lesz az ellenzék kancellár jelöltje. 2 akarnak, és van egy 3. A Söder, a bajor miniszterelnök a mostani brandenburgi választások után egyeztetni akar a CDU elnökével, Merzel, hiszen CDU-CSU. A Merz tegnap este német tévében volt, végignéztem. Hát nagyon érdekes volt, nincs eldöntve, ő nagyon szeretne lenni, de hát az Söder ez nem járul hozzá, az Söder abból indul, hogy bármi áron ő akar lenni. Egy kompromisszumos jelölt lenne a Wüst, egy nagyon fiatal, tehetséges tartományi miniszterelnök, őt viszont az Söder között, hogy Bajorországban nem kap szavazatot, ami nyilvánvalóan nem igaz. A következő. Hát az elmúlt 2 tartományi választáson a baloldali kormány teljes vereséget szenvedett. Mit mondott tegnap este a német kancellár Scholz? Nekem nagyon érdekes volt. Azt mondta a német kereskedelmi kamara elnökének, hogy kérem, hogy bízzon bennem.
Oké, de hát az egy kancellártól egy nehéz kijelentés. Következő, migráns kérdés. Tudom, hogy lesz tudósítás arról, hogy mi történik, ahány német párt annyiféleképpen ítéli meg azt, hogy a német összes szárazföldi határt lezárták. A lengyel miniszterelnök, a Tusk, örjönk. Az osztrák belügyminiszter közölt, hogy egy darab migráns sem engednek vissza. A hollandok gratuláltak. Tehát nagyon érdekes, még egyszer, hogy kíváncsi leszek, hogy a kinti tudósító mit fog mondani. De hát a három párti német vezetés összeomlott. Következő, mit csinálnak most? Nekik munkás kell, ahhoz, hogy a német gazdaság működjék. Hétvégén kivel állapodtak meg? Kenyával. Miről? Hogy bejöhetnek kenyai munkások. A német tévé közvetítette, hogy Kenyába ezek a fiatal fiúk, lányok németül tanulnak. Kész. És cserébe a 800 illegális kenyait ki lehet utasítani. Ugyanilyen megállapodást kötöttek még Indiával, Georgiával, és ha valaki megnézi most a Scholz, a volt szovjet déli államokban van, Üzbegisztán, Kazasztán, és ilyen megállapodásokat köt. Tehát nagyon érdekes a helyzet. Igen. És bocsánat, még egy dolog, igen. Ezt nem túl ildamos felhozni, de azért mégiscsak sok mindent sejtett, hogyha az orosz-ukrán háború összekapcsoljuk azt, ami Németországban van, Berlinben, és ott fogalmazok így, az éjszakai lepkék, az éjszakai pillangók, akik ilyenfajta munkavégzést, tevékenységet folytatnak, 50%-uk ukrán. Ez megint csak beszédes, mert ez valami menekültválság tekintetében is, az idézős munkavállalás tekintetében is egy Németországot fontosan érintő probléma. Hát gyakorlatilag ők fehérek, elfogadottak, szőkék, csinosak, stb. Mi van a jelentésben, amely erről ír, hogy egy nő egy nap alatt úgy, hogy hülyére kizsákmányolják, 80 eurót tud keresni. Hát ezt beszorozom, ez nem akkora pénz, de ez Ukrajnában egy vagyon. Mit mondanak ezek a nők, hogy ők néhány hónapig prostituáltak lesznek, utána hazamennek. Na most én ehhez igaziból nem értek, de aki ebbe a szakmába belekezdett, rendkívül kevés volt, aki ki tudott szállni. A német közszolgálati televízión egy fontos dolog elhangzott, miszerint a német nyugdíjasok szívesen jönnének Magyarországra. Mi ennek az oka? Hát én ilyet még nem láttam, ez tegnap este volt. Tudom, hogy ilyet nem lehet mondani, de aki ráér, nézze meg, 18 órától volt az egyes csatornán a berlini jelentés, és 18.30-tól a világpolitikai összefoglaló, első árvíz, második amerikai választás, harmadik Magyarország. És csak jót mondtak Magyarországról, amióta az eszemet tudom, ilyen nem volt. Bemutatták azokat a német nyugdíjasokat, akik Magyarországon élnek, és mindegyik azt mondta, hogy jól érzi magát. Balatontól 50 kilométerre, tehát nem vízparti, és itt állatokat tart, itt biztonság van, itt nincsenek migránsok, itt ki tud menni az utcára, itt az árak sokkal olcsóbbak, és csak egyetlen kritika sem hangzott el. És ha érdekes volt, hogy megkérdezték egyik itt élő nyugdíjast, hogy mi az, ami önnek jó volt Németországban, mire azt válaszolta, a nyugdíjam. És ebből a nyugdíjból itt sokkal jobban él, mint ha ott élne. De ez igencsak beszéles, és azt korábban nem mondtak, hogy ön is fogalmazott a német televízió. Soha. Áttörés vagy nem áttörés egyébként, mert ez a migrációval elég szervesen összefügg. Hát gyakorlatilag Németország kereső helyét. Egy, lezárta a határa, egy csodás. Képes a határok védelmére? Nem. Meg lehet ilyen hosszú határt védeni ennyi emberrel? Nem. Sok ezer ember hiányzik a német rendszerből, a grenzpolizei, tehát a határőrségből, a rendőrségből, egyéből. Tehát hoztak egy intézkedést, na most ugye azt mondjuk, hogy a puding próbálja azt, hogy megeszik-e vagy sem. Meglátjuk, hogy ezzel mit érnek el. 6 hónapra lezárták a határokat, szárazföldi határokat, erről értesítették Brüsszelt. Na most Brüsszel Budapesttel idézőjelben mer okoskodni, Berlinnel szemben nem. Ez is egy nagyon érdekes dolog. Tehát rengeteg a kérdés. Meglátjuk. Nagyon mi a kulcskérdés? Számomra a kulcskérdés az, mi lesz most vasárnap Brandenburgba választásokon, ahol minimálisan, de első helyen a fölmérések szerint az AfD áll. Második helyen a fölmérések szerint a Szocdemek állnak. A két másik tartományi vereség után számukra ez óriási dolog. Harmadik helyen áll a CDU. A zöldek 5%-on vannak, vagy bekerülnek, vagy nem. A liberálisok mérhetetlenek. Az egyik tartományban 0,8, a másikon 1,2-t értek el, tehát de semmi. És megint fönt van a Sarah Wagenknecht. Tehát a kérdés, mi lesz vasárnap, hogy fogja a vasárnapi eseményeket befolyásolni az elmúlt hetek migrációs gyilkossági egyéb hulláma, hogy fogja befolyásolni a német kormány, már a határ zárta. Tehát nagyon sok kérdésem lesz, és ezután jön a kancellár kérdés, amelyik hát 4 éve rendkívül csúnyán dőlt el. 4 évvel ezelőtt a Söder följött Berlinbe, és közölt, hogy kancellár akar lenni, és a Schäuble leiskolázta, és hazament örjöngve.
és lett kancellári előtt az a Laschet, akinél alkalmatlan a politikus, Európában kevés van, és csúnyán megbukott. És most új felállásban újra itt a Söder, a Laschetet helyettesíti most a Merz. Nagyon érdekes a helyzet. Főleg úgy érdekes meg olyan helyzet, hogyha említettem már, hogy a kormánykoalíció pártja milyen gyengén szerepeltek, tudjuk a két kelet-német tartományi választás során. Brandenburgban sem úgy áll a felmérések szerint egyik kormánypárt sem, ahogy kellene. Ennek ellenére, amikor kérték azt a szociáldemokraták, a helyi kormányfő, tartományi kormányfő, ne menjen oda kampányolni, többek között Olaf Scholz német kancellár azt mondta, mégis elmegy, meg is kapta magáét. Persze, hát elnézést kérek, hát a német történelemben a német kancellárok egy-egy területen rosszak. Volt arra példa, hogy a amerikaiak kérték fel a Bush-t, hogy ne menjen kancellálni, kampányolni Al Gore mellett. Az Al Gore kérte fel. Tehát nagyon sok ilyen van. A Scholz ma egy kiváló szakember, de nem karizmatikus. Őt egyre kevesebben fogadják el. A felmérések azt mutatják, hogy népszerűsége Németországban zuhan, nem mély ponton van, zuhan, és a zuhanás mindmáig nem állt meg. Rendkívül szimpatikus. Nincsenek nőügyei, nincsenek korrupciós ügyei, de nem kancellár. Tehát hiányzik belőle az, ami egy igazi vezetőnek meg kell, hogy legyen. Németország ugye útkeresésben van, mégis helyezkedik most a világ térképen, ha tetszik. Talán ezzel függ össze az, hogy nem is fogja megengedni, hogy Ukrajna front mögött német fegyverekkel indítson támadásokat. Honnan jött Németországnak ez a döntése? Egy, a németek rendkívül óvatosak. Kettő, Németországban van a legnagyobb amerikai bázis, az Egyesült Államok területén kívül Rammstein. Három. A németek számára egy agyrém az, hogy német harckocsik mennek orosz területen, és ők 41-ben ezt kipróbálták. Tehát magyarul tudom, hogy párhuzam nincs. Teljesen más volt a hitleri Németország, és teljesen más ez a Németország. De a lakosság jelentős része főleg a kelet-német területeken, ahol szovjet megszállás volt, ezeken a kelet-német területeken kőkeményen elítélik az Oroszország elleni háborút, értelmetlennek tartják. Gázvezeték. Hát a gázvezeték ide jött volna az északi kelet-német területekre, és ezt tönkretették. Az elmúlt napok egyik legnagyobb botránya volt, hogy fölhívták emberek a rendkívül nagyeszű lengyel külügyminiszter Szikorszkit, és közölték, hogy ők Poroshenko, és ő elhitte, hogy Poroshenko, és elkezdett beszélni. Ez lejött most mindenütt. Bejelentette a lengyel külügyminiszter, az Egyesült Államok tudta is jóhagyta az északi áramlat elleni robbantást. Az eszem megáll, hogy lehet ilyet telefonban mondani. Elmondta azt, hogy Lengyelország nem lesz hajlandó arra, hogy a NATO részeként lelője az ukrán területeken lévő orosz drónokat. És elmondta azt, hogy ők támogatják a bielorusz ellenzéket. Hát ezek után valakinek minimum fél órán belül vissza kéne lépni, nyilván Szikorszki nem fog visszalépni, de az eszem megáll, hogy ilyenek történhetnek, és egy profi külügyminisztert erre rá lehetett venni. Egy papíron profi külügyminisztert és Sikorszkiről beszélünk, de ott van neki az erős háttere a feleségen keresztül, mert Soros Birodalomhoz csatolja őt is. Talán ezért enged meg magának olyan dolgokat, amit nem kellene, vagy pedig tényleg azért, mert ennyire könnyen csőbe lehet húzni. A válaszom az, hogy amíg demokrata vezetés van, addig ő bármit megtehet képletesen. A kérdés az, hogy november 5-én mi lesz? Hát rendkívül érdekes, a elmúlt 24 óra hír, hogy Kamala Harris bejelentette, hogy ha elnök lesz, a 400 ezer dollár fölötti jövedelmeket kőkeményen megadóztatja, és vagyonokat. Na most ettől kezdve az amerikai tőke elkezdett menni külföldre. Hihetetlen, Amerikából menekül a tőke, az eszem megáll. Na most ez egy óriási esélyt az a Trumpnak, ha föl tudja ezt használni. Elmúlt 24 órában merényletkísérlet volt Trump ellen, ha jól föl tudja használni. Tehát nekem rendkívül fura az egész Szikorszki féle ügy, ténylegesen be van kötve ő is az Egyesült Államok meghatározott köreihez, de ezek demokrata körök. Ez a republikánusok esetében nem előnyt, hanem hátrányt jelent. Egy kérdés maradt itt még ennek a szegmensnek, a beszélgetésünknek a végére. Ugye árvíztombol egész Európában, Ausztriában, Horvátországban, Lengyelországban már helikopterrel menekítik ki azokat, akik úgy néz ki, hogy súlyos károkat fognak elszenvedni az árvíztől. Németországban hogy alakul ez a kérdés? Ugye ott is jellemző, most ez a teljesen szélsőséges időjárás háttérbe tudja szorítani most a politikát, az árvízhelyzet? Én mielőtt idejöttem, 5:30-kor megnéztem a reggeli gyors híreket. Esők lesznek. Tehát ez azt jelenti, hogy a folyók duzzadnak, és az árvízveszélyen nő. Hol van árvízveszély? Lehetne mondani mindenhol, de döntően Dél-Németországban. És az emberek próbálnak védekezni. És én néztem a magyar védekezést is, és én azt tudom mondani, messze menően
tisztelem mindazokat az embereket, akik ebbe a árvízi védelemben részt vesznek, mert ténylegesen szabad idejüket, mindent föláldoznak, hogy segítsenek, és én remélem, hogy megúszuk az árvízt, mint Magyarország. Európai Unió bejelentette az elmúlt órákban, hogy azoknak a területeknek, lengyel, cseh, német, osztrák, román, magyar, ahol árvízveszély van, támogatást ad, erre külön kíváncsi leszek, de az árvíz az élethalál kérdése. Én nem hiszem, hogy valaki bélyeggyűjtő lenne, de a 40-es évek végén, valamikor 40-48-ban volt nagy árvíz a Szárvidéken, és kiadtak arról egy blokkot, az a cím, hogy árvíz hókvászer, azóta is a világ egyik leghíresebb bélyege lett. Tehát én kívánom azt, hogy az árvizet, ahogy lehet, megúszuk. Remélem azt, hogy ez néhány nap alatt egy picit lepörök, és minden tiszteletem azoké az embereké, katasztrófavédelem, hadsereg, BM civilek, akik ebben a harcban részt vesznek. Tanárnak köszönjük szépen, most egy pár perc szünetet tartunk, innen folytatjuk továbbra is terítéken az orosz-ukrán konfliktust, tartsanak velünk. Folytatjuk műsorunkat, ez itt továbbra is a Napindító és Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő ma reggeli vendégünk. Folytassuk akkor tehát a kínai-brazil béketervvel. Nagyon úgy tűnik, hogy 110 ország akar ehhez a bizonyos béketervhez csatlakozni. Mit tartalmaz a béketerv? Ami érdekes, hogy jelenleg a orosz-ukrán háború befejezéséhez rengeteg béketerv készült. Hát van a 10 pontos Zelenszkij-féle terv, van a kínai terv, van a dél-afrikai terv, van egy indiai terv, és most Brazília és Kína együtt előterjesztett egy béketervet, harcok beszüntetése, fegyverszünet, béke, stb. Mi a probléma? A világ jelentős része ezt csatlakozott. Azonnal elítélte Zelenszkij, mivel egy, hogy mernek béketervet előkészíteni úgy, hogy vele nem konzultáltak. Egyszerűen nem értem, tehát tudom, hogy nem profi politikus, de ekkora marhaságokat nem mondhat. Kettő, konzultáltak-e az oroszokkal? Meg kell kérdezni. Három, ebben nincs benne, amit ő követel, minden terület visszaadása. Erről soha nem is lesz szó, így nem lesz béke. A Krimről tárgyalni is hajlandók az oroszok. Tehát Zelenszkij mondja a saját 10 pontos béketervét, amely keresztül ügyetetlen. Benne van minden terület visszaadása, óriási orosz jóvátétel, Putyin mondjon le, stb. Nincs realitása. Tehát, és a probléma az, hogy 2,5 évvel a háború kezdete óta nyugati országok tökéletesen tudják, hogy Ukrajna ezt a háborút nem tudja megnyerni. Oda lehet adni még rengeteg fegyvert, oda lehet adni harckocsikat, tüzérséget, mindent, de nem tudja megnyerni, hát nincs élőerő. Hát létrehoztak egy minisztériumot arra, hogy aki visszatér Európából, azokkal foglalkozzanak. A férfiak nem térnek vissza, mert nem akarnak meghalni. Nem tudom, múltkor beszéltünk erről, akiket utcán összefogdosak, 4 hét kiképzés után viszik a frontról, 1-2 hét speciális kiképzést kapnak, annak függényeként, hogy milyen alakulathoz kerülnek, és meghalnak. Tehát erre emberek nem jönnek vissza. Gyakorlatilag a világ abból indul, hogy elege volt a háborúból. Én újra elmondom, amit nagyon sokszor elmondtam, a Trump győz, pillanatok alatt ennek a háborúnak vége lesz, úgyhogy Zelenszkijnek nem fog tetszeni, és senkit nem érdekel, de hát meglátjuk, hogy mi lesz. Utolsó ukránig ez a motto, ezt elmondta Zelenszkij, és Amerikában pedig mondjuk a demokrata körök és a mögött álló egyéb olyan gazdasági körök osztják ezt a véleményt, mert a terület kell, az embernek, nem erről van szó. Hát meg arról van szó, hogy van egy amerikai stratégiai cél. Ma még az USA a világvezető hatalma, gőzerővel jön föl Kína. Nekem rendkívül fura, amit Borrell mond, von der Leyen mond és jó pára mondanak, hogy Európa újra kerüljön az ére. A rendszer nincs meg, a megfelelő feltételek hiányoznak, tehát nem tudom, miről beszélnek. Ez egy PR beszédnek kiváló, de semmilyen valós tartalma nincs. Mi az USA stratégiai célja? Amíg lehet Oroszországot gyengíteni, valamelyest gyengítették, Európát gyengíteni, ezt tökéletesen megcsinálták, megakadályozták a hagyományos német-orosz kereskedelmet, ahol a német high-tech ment oda, az olcsó nyersanyag jött ide. Tehát nagyon-nagyon érdekes, ez az amerikai stratégia amerikai szempontból nem rossz, ez európai szempontból rossz, csak Európa nincs abban a helyzetben, hogy ennek ellent mondjon. De tanár úr, nem fog ez működni, hogyha azt tudjuk, és pont ön is megerősítette, 34 ország jelezte azt, hogy igyekszik a BRICS-be,
a BRICS ország csoportnak szeretne a tagja lenni. Brazília, Oroszország, India, Kína és Dél-Afrikai Köztársaság, innen a BRICS elnevezés. No, ez a BRICS elnevezés, ez nem csak egy elnevezés, hanem ez a dollárral szemben az Egyesült Államok hegemóniáját megdöntendő, és talán ezért is életre hívott közösségi szervezetről van szó, szóval még 34-en mennének, és ott tartunk, hogy ebből kettő olyan ország, amit Eszter mondott, hogy béketervben rukkoltak elő, amit 110 ország támogat. Egy, kettő. Most először van az, hogy a BRICS bejelentkezik egy NATO tag, Törökország. Heteken át nem volt egyértelmű, hogy beadja az igényt. Pár nappal ezelőtt hivatalosan közölte a török kormány, hogy kérte felvételét a BRICS-be. Tehát máshogy fogalmazva, a nyugati tömbbel szembe létrejön. Mondám, hogy harmadik világbeli, de ez nézőpont dolga, meg mi a harmadik világ. Tehát egy olyan országcsoport, amelyiknek fő célja az, hogy önmagát megerősítse, a dollárt levegye a világvaluta szerepéről, és egy új világrendet alakítson ki. Ez nyilván amerikai érdekbe ütközik, meglátjuk, hogy ebből mi lesz, de a BRICS kőkeményen jön föl, jó pár országot már fölvettek. Beszéljünk Kurszkról és a Donyecki régióról. Ugye ellentmondásos hírek merülnek föl, hogy most hogy állott a helyzet, és mi is van pontosan. Mit lehet reálisan tudni? Miután mindkét fél hazudik, szörnyű, nehéz, de próbáljuk meg. A Kurszki régióba az ukránok betörtek, úgyhogy ez ukrán stratégiai siker. Elfoglaltak 1000-1200 négyzetkilométer területet, ez nézőpont, hogy sok vagy kevés. Tovább menni nem tudtak. Az alapvető ukrán cél az volt, hogy bebizonyítsák, hogy képesek támadni, bejött. Az alapvető ukrán cél az volt, hogy a nyugat lássa, hogy az ukrán hadsereg nem olyan, amilyennek látszik, további pénzt, paripát, fegyvert kérnek, bejött. A következő ukrán cél az volt, hogy az oroszok erőket vonjanak el a Donbászból, nem jött be. Az oroszok Kaliningrádból, balti államok mellől vontak el erőket, mert tökéletesen tudták, hogy a balti államok gyűlölik az oroszokat, de nem lesz ebből katonai akció, az ugyanis azonnal is harmadik világháború lenne. Tehát nem az jött be, amit a ukránok vártak, hogy a Donbász meggyengül. A Donbászba az oroszok mennek előre, a Kursznál pedig foglalják vissza az ukránok által elfoglalt területeket. Egy tény, ukránok rengeteg hadifoglyot ejtettek, és ez egy csere alap. Ha megfigyelik, tegnap egy újabb hadifoglyi csere volt a két fél között, arab közvetítéssel. 103 fővel. Így van. Aki visszanyerte a szabadságát valóban. Ha nézzük tovább egyébként az orosz vonalát ennek az egésznek, Vlagyimir Putyin elnök egy darabig azt mondta a Kurszki betörés követően, hogy nem fog tárgyalni egy olyan államfővel Ukrajnában, aki szerintem már nem is feltétlen legitim. Ugyanakkor erősebb volt sokkal inkább mindig az Moszkva felől, hogy készek a diplomáciai rendezésre, de csak úgy, hogy 2022-ben az isztambuli tárgyalások során, amit megterveztek, hogy az lesz az alap. Már ehhez miért ne rosszabbul állnának az ukránok, ha egyáltalán elfogadnák ezt a úgynevezett békejobbot Moszkva részéről. Hogy lesz akkor ezzel így, mert már most rosszabbul állnak, mint akkor? Három főpont volt akkor, ugyanaz a három főpont van most. Egy, a Krimről nem tárgyalnak, ezt a oroszok most is tartják. Kettő, Ukrajna nem lehet a NATO tagja, ezt a oroszok most is tartják. Három, a Donbász kapjon Ukrajnán belül autonómiát, ezt már nem tartják, ők a Donbász már a négy területet Oroszországhoz csatolják, és így számolnak. Én úgy gondolom, egy budapesti aggyal, hogy a négy területnél lehet kompromisszum, a Krimnél és a NATO tagságnál nem. És a négy esetben a négy elcsatolt területre gondolok, Oroszországhoz csatolt terület, mennyire van benne ott mondjuk az amerikai vagy a kínai tőke, mert nyilván ez is a tárgyalások alapját fogja képezni, Oroszországról lemond-e, vagy nem, és igen, milyen körülmények között, mert ez már Moszkva és Washington egyezkedése lesz. Hát rendkívül egyszerű a válasz. Én most utóbbi hetekben csak diplomáciai iratokat olvasok, rengeteget tanulok. Érdekek alapján tárgyalnak. Tehát egy amerikai-orosz tárgyaláson az USA azt fogja mondani, nekem ezeken a területen földjeim, gyáraim, akármi van. De orosz válasz az lesz, semmi probléma, garantáljuk, hogy ez működni fog. Amerikai válasz az lesz, oké, ettől kezdve önök szabad kezet kapnak. Ugyanezt láttuk pár hónappal ezelőtt Kazasztánban. Hihetetlen érdekes, nem elvekről folytak a tárgyalások, érdekekről. Ugyanez lesz, most a oroszok garantálják ott lévő amerikai tőke biztonságát, cserébe Oroszország jó pár területen szabad kezet kap, ha Trump győz. Ha Kamala Harris győz, az egy más helyzet lesz, mert a demokrata politika folytatódik, és akkor a háború elhúzódhat. Meglátjuk, de a november 5 viszonylag közel van.
Hol tart most Ukrajna újjáépítési terve? Mint tudjuk, a BlackRock nevű vagyonkezelő alap fogja ezt az egészet gyakorlatilag lebonyolítani, és hát megjelentek már nyilván azok a politikusok, közéleti személyiségek, akik szintén ebből a bizonyos húsos fazékból szeretnének legalább egy kanálhoz jutni. De hogy áll ez most pontosan? Gyakorlatilag újjáépítést akkor lehet elkezdeni, amikor a háború véget ér. Egy-kettő. Az újjáépítés egy része az, hogy az országot meg kell aknáktól tisztítani. Erre Ukrajna 35 milliárd dollárt kért. Nekem picit soknak tűnik, de nyilván én látom rosszul. A BlackRock egy olyan amerikai vállalat, amelyik az amerikai tőkét és amerikai kormányzatot képviseli. Mi a probléma? Egyre inkább az látszik, hogy Ukrajnában mi érték, azt felvásárolták. Nem csak az amerikaiak, európaiak, arabok, kínaiak és oroszok is. Mi a másik? Hogyha komoly pénzbe kerül az újjáépítés, azt rá fogják bízni az európaiakra, és kevés amerikai tőkét fognak oda bevinni, és ők a profitból akarnak részesülni. Tehát egy rendkívül érdekes helyzet lesz az, hogy a háború után minden háború egyszer véget ér, a 100 éves háború is véget ért. Tehát a háború után mi fog történni az újjáépítés, ki mennyi munkát kap, kinek mennyi tőkét kell beletenni, és ki lesz a profit. Ez egy óriási vita lesz akkor Európa és Amerika közt. Nem lesz látványos, mert Európa nincs abban a helyzetben, hogy látványosan szemben menjen az USA-val, de az érdekek ütközni fognak. De miért kell olyan költői a kérdés pont mondjuk Európa keleti szegmensében, hogy Európa nagy részét meggyengítették többek között idézőbe köszönhetően az Egyesült Államoknak. Miért kell ennyire az amerikai jelenlét, az amerikai befektetés pont Ukrajnában, akkor, amikor egy világ átrendeződéséről van szó? Mondom, költője kérdésem, miért kell tanulni? Mert a világon mindenütt az amerikaiak szeretnének részt venni az átalakításba és profitálni. Talán egyszer lesz lehetőség a Száhel térségről beszélni. Csodálatos. A Száhelből a franciákat kinyomták. Az amerikaiak teljesen más mozgást csinálnak. Tehát nagyon-nagyon érdekes, hogy az amerikaiak szeretnének a világon mindent ott maradni. Kőkeményen támogatják Tájvánt, kőkeményen támogatják Izraelt. Tehát látszik az, hogy ez az amerikai politika globális politika, és így is számolnak. Immanuel Kant, mert beszéltünk Németországról, beszéltünk az orosz-ukrán háborúról, 300 éve született, és a béke éve. Nem úgy tűnik a 2024-es esztendő bármely részét és szegmensét nézem e széles nagyvilágnak, hogy a béke esztendője lenne. Hát filozófiai eladást nincs idő tartani. Ő megírta az Örök béke című világhírű könyvét, és hát nyugaton úgy értékelték, hogy ez lesz a béke éve. Én rengeteg anyagot láttam, ahol Kantra hivatkoznak, hogy végre egy béke év. Hát ha megnézem, hogy az olimpia alatt 30 háború folytatódott, az ókori népek képesek voltak arra, hogy a olimpia alatt béke legyen, a modern 21. századi népek erre nem képesek, akkor azt kell mondani, hogy Kant fordult egyet a sírjába és visszavonja a könyvét. Volt még szó, többek között beszéltünk arról, hogy mondjuk távol-kelet hajók jelentek meg ismét a tájvani szorosban. Picit áttettük most a fókuszt közép- és kelet-európából a távol-keleti térségbe. Hogy áll ott most a helyzet, az amerikai befolyás, Kína szerepe és Tájvánnak az éppen erre vagy arra dőljünk el szerepe? Egy. Tájvánból a chipgyártás jelentős részét átviszik az USA-ba. Kettő. Tájván körül óriási viták vannak rengeteg ok miatt. Három. Az ön kérdésére most átment a tájváni szoroson két kínai hadihajó. Mit mondtak? Azért jöttek erre, mert erre az út rövidebb. Hát ennél öt jobb érvet lehetett volna mondani, de ezt hagyjuk. Mi történik? 1949. október 1 kikiáltják a kínai népköztárságot. A vesztes Chiang Kai-shek a kínai aranytartalékkal, a Nemzeti Bank vagyonával, a kínai régiségek döntő részével átmegy a hadsereg maradékával Tájvánra. Ettől kezdve születik egy kétoldalú amerikai tájvani védelmi szerződés. Ettől kezdve egy amerikai flotta itt van a tájvani szorosba, nem azért, hogy Kína ne támadja meg Tájvánt, hogy Tájván ne támadja meg Kínát, mert ha megtámadja, az harmadik világháború, USA-nak be kell avatkozni. Nagyon sokat változott a tájvani politika, leegyszerűsítve két fő erő van, Kínával együttműködni, Kínával szembe menni. Nagyon érdekes. A jelenlegi helyzetben a két amerikai nagypárt máshogy viszonyul a kérdéshez. Szóval valaki látta a Trump-Kamala Harris vitát, a Trump azt mondta, hogy több száz milliárd dollár bevétel fog bejönni abból, hogy Kínából behozott árukra ők magas vámokat vetnek ki. Erről is lehetne beszélni. Jelenleg mindenki várja november 5-öt, és hogy mi lesz.
Nyilván az amerikai politika a II. Világháború vége óta fő stratégiai területként már nem Európát jelenti meg, azzal együtt, hogy 49. április 4 létrejön a NATO, hanem a távol-keletet, a Kína elleni föllépést. Ennek része Tajvan. Tanár úrnak nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk. Köszönöm. Most megint pár perc szünetet tartunk, de természetesen folytatjuk műsorunkat. Tanár úr még marad egy pár perc erejéig, úgyhogy továbbra is érdemes minket nézni. Folytatjuk műsorunkat, ez itt továbbra is a Napindító, és itt van még mindig velünk Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő. Kamala Harris extra adót fog, vagy szeretne kivetni a gazdagokra. Ez egy elég komoly szavazatvesztéssel járhat majd a választásokon. Kamala Harris minden lépését egy stáb készíti elő. Nyilván a stáb azt javasolt, hogy ebből szavazatnyereség lesz. Nekem nem meggyőződésem. A határ, amit szabott, az 400 ezer dollár per év. Tehát ez nem egy akkora összeg az USA-ba. És ami érdekes, amikor ezt bejelentette, attól kezdve az amerikai tőke elkezdett USA-ból menekülni. Na most ez egy szörnyű nehéz dolog, hogyha menekül a tőke, annak azért hosszú távú gazdasági negatív kihatásai vannak. Jól hangzik, hogy aki gazdag fizessen, de azért ennél a helyzet összetettebb egy olyan USA-ban, amelynek a területén gyakorlatilag a polgárháború óta nem volt háború, ahol a lakosság a háborút legfeljebb az esti tévéhíradóból ismeri, stb. Tehát én azt tudom mondani, hogy ha Trump ügyes, ezt föl tudja használni. Nyilván nem azt mondja, hogy a gazdag ne fizessen, mert azt nem lehet mondani, de azt igen, hogy ennek az amerikai gazdaságra milyen hatása lenne. Még egyszer, mindkettő mögött elképesztően jó tanácsadók állnak, horribilis pénzért minden létező területen. Nekem rendkívül érdekes volt a pápa, aki azt mondta, hogy mindkét jelölt rossz, de az amerikai átlagpolgár, több tízmillió katolikus él az USA-ba, dönts el, hogy a két rosszból melyiket választja. A Trumpra azt mondta, amiért a bevándorlás ellen van, a Kamala Harrisre pedig a abortusz törvénnyel kapcsolatos véleménye miatt. Szavazatszámlálás mellett, mert veszített valóban szavazatokat, hogyha Harris ezzel kampány is beváltja. A másik dolog az, hogy egyre közelebb van, és keveset beszélünk erről, és az Egyesült Államok a polgárháború, olyan fajta fekete-fehér ellentét van, és akkor még a latinókról nem is beszéltünk, és erre jön rá a migráció, ami óriási gondot okoz már most is, de tényleg polgárháborúval fenyeget, tehát belső viszály, belső szétfeszítés a rendszernek. Gyakorlatilag ott tartom, hogy ma az ellentétek családon belül vannak a politikai nézetek miatt. Tehát én azt szoktam mondani, az amerikai polgárháborúra 1861-65 nem álltak ennyire szembe egymással az amerikaiak, mint most, és van még egy dolog. Szóval innen nézve az USA a világ csodája, de onnan nézve elképesztően sok a vesztes, a szegény ember. Az amerikai államúgy mosogatóként kezdek, és milliómos leszek, ez 1 millióból egynek jön be, a maradék 999 ezer, stb.-nek nem jön be. Tehát nagyon-nagyon nehéz. Ha valaki rendszeresen jár New Yorkba, akkor látja, hogy a város süllyed. Látja, hogy nekem nagyon fura volt, a német tévé közvetített Kaliforniából. A leggazdagabb amerikai államok egyik, a világ 8. vagy 9. hatalma lenne, a független lenne. És az emberek az utcán élnek, és koldulnak, és nyomorognak. Tehát nagyon-nagyon nehéz ez az amerikai állam, hogy ebből mi valósult meg. Ma már jó pár arab országban, ahol egyfőre jutó GDP teljesen más okok miatt, kőolaj, földgással, többi a sokszorosa az amerikainak. Tehát nagyon nehéz helyzetbe kerül az, aki most az Egyesült Államok elnöke lesz. Nógrádi Györgynek köszönjük szépen. Én is köszönöm szépen. A héten folytatjuk majd. Köszönjük, tanár úr. És akkor most kapcsoljuk Dunda Györgyöt Kárpátaljáról. Szervusz Gyuri, jó reggelt kívánok! Fegyveres toborzók razziáztak városszerte. Melyik városról van szó pontosan, és mi történt? Jó reggelt kívánok mindenkinek! Ez bizony Ungváron történt, Kárpátalja központjában, a megyeszékhelye a múlt hét végén, és hát olyan helyeket kerestek fel, ahol eddig az ott tartózkodók biztonságban voltak olyan szempontból, hogy biztosan lehetett tudni, hogy a toborzó irodák ott nem lelnek rájuk, nem nyitják rá az ajtót. Egy-két nagyon menő, egy éjszakai klubról, illetve egy vendéglátóhelyről van szó, illetve egy edzőteremről. Itt a rossz nyelvek, vagy a városi zúgások
Zuhany híradó arról szólt, hogy ezeket a helyeket azért nem látogatják a toborzó irodák, mert ennek üzemeltetői megtalálják a módját annak, hogy távol tartsák a toborzókat ezektől a helyektől. Hát a módját nyilvánvalóan úgy találják meg, hogy anyagi vonzata van ennek a dolognak. És jellemzően ide egyébként nagyon gazdag, nagyon tehetős belső menekültek jártak, nem annyira a helyiek, az ungváriák látogatták ezeket a helyeket. Most viszont a múlt héten álarcos, kommandós toborzótisztek fegyverrel, kalasnyikó gépfegyverrel a kezükben jelentek meg, illetve egy kis buszt is leparkoltak az említett vendéglátóhelyek klubok elé, és az ott talált férfiakat bepakolták és elvitték a toborzóirodába. Utána később közleményből derült ki, hogy találtak köztük olyanokat, akik Odesszából hagyták ott állomáshelyüket, katonai parancsnokságukat, és szöktek egész Kárpátaljára, illetve olyan rokkantat, vagy legalábbis rokkantság igazolvánnyal rendelkező férfit, aki az edzőteremben 100 kg-okat mozgatott meg, amikor rajta csaptak a toborzók, illetve többeket, akiket a hat kiegészítő körözött, hiszen aki nem újította meg az adatait, nem jelent meg időben a toborzóirodáknál, azok ellen körözést adnak ki. Ugyanakkor ez a látványos rajtaütés kapcsán sajtó beszámolók, illetve újságírói vélemények arról szólnak, hogy az elnöki hivatalban rendelhették el ezeket az elsősorban látványra törekvő akciókat, mert miután ugye nagyon sokan szóvá teszik, hogy ez a háború a szegény emberek háborúja, és jó eséllyel azokat viszik el, akiknek nincs pénzük, nincs kapcsolatrendszerük arra, hogy kivásárolják magukat a mozgósítás alól, megtalálják a kiskapukat, ami lehetőséget ad arra, hogy ne vonuljanak be katonának. Bezzeg a gazdagok, bezzel a tehetősek továbbra is nyugodt, gondtalan életet tudnak élni, úgyhogy inkább az elégedetlenkedő rétegek megnyugtatására szolgálhatott ez a látványos akció. Azt valószínűleg nem fog kiderülni, hogy akiket ebnek az ungvári akció keretében bevittek a toborzó központba, közülük majd valójában hányan kötnek ki a fronton, de el kell mondani, ez nem csak ungvári jelenség, Kijevben is, Odesszában is vannak olyan éjszakai klubok, diszkóhelyek, szórakozó helyek, ahol zajlik az élet, mintha mi sem lenne, fiatalok, hatköteles korú férfiak nyugodtan pihenhetnek ott, hiszen úgynevezett védettek kapcsolatuk és anyagi lehetőségeik lehetővé teszi őket, hogy ők sértetlenek maradjanak a háború közepette is. Reggelt kívánok, köszöntelek szeretettel én is, Gyuri. Ennek ellenére, hogy ilyen razziákat tartanak, még sincs olyan nagy sikere, mert hogy a zöld határon is próbálnak az emberek minél nagyobb számban elmenekülni Ukrajnából, és a harcokat akarják elkerülni. És ezzel kapcsolatban összekötni egy másik témával is, az ukrán külügyminiszternek van egyébként az országot elhagyó hatköteles férfiakra vonatkozó tervezete, javaslata. Kérlek tisztelettel erről a két témáról, hogyha néhány szót szólnál. Igen, mind a kettő így van. Ez a zöld határon való menekülés is egyébként összefügg pénz kérdéssel. Most például tegnapi friss hír, hogy Kárpátalján 70 méterre az államhatártól a határőrök 5-6 köteles korú férfit fogtak el, akik a Tiszán keresztül próbáltak volna átúszni egész nyáron, tavasz óta ez jellemző volt, hogy a Tiszán keresztül menekülnek. De azért van ennek is anyagi vonzata, mint említettem, mert csak úgy tudnak a határzóna közvetlen közel elébe férkőzni, illetve az embercsempészek mutatnak nekik olyan útvonalakat, akár a Tiszán, akár a hegyvidéken, a Kárpátokon keresztül olyan menekülési útvonalakat, ahol van esély arra, hogy elhagyják az országot, de ezt nem ingyen teszik. Ezek a férfiak is bevallásuk szerint, akiket most a hétvégén kaptak el, mint említettem, 70 méterre a Tisza határfolyótól, 9000 dollárt fizettek azért fejenként, hogy oda vezessék őket, ahol esély nyílik az ország elhagyására. Pekjük volt, nekik nem sikerült, sokaknak sikerült, sokan a Tiszában lelik halálukat, legalább 40 ilyen esetről tudunk. És hát a külföldön élő, nagy számban élő ukrán hatköteles korúakról az új külügyminiszter Andrij Sibiga szólalt meg a napokban. Egy nemzetközi konferencián a lengyel külügyminiszter kollégája Robert Sikorski beszélt arról, hogy nem biztos, hogy igazságos és méltányos, hogy azok az ukrán hatköteles korú férfiak, akik elhagyták a hazájukat, nem vesznek fegyvert a kezükbe, azokat bizonyos EU-s államok és Németország
Magyarországot, illetve Hollandiát nevezte meg konkrétan a lengyel külügyminiszter, 500 vagy akár 1000 eurós szociális lakhatási támogatást is kapnak. Szerinte az lenne az egyszerű módja a probléma megoldásának, ha megvonnák tőlük ezeket a támogatásokat, és így kényszerítenék őket haza. Na, a lengyel külügyminiszter ezen felvetésére reagált André Sibiga, Kuleba utódja, abszolút pártolta, és azt mondta, hogy messze menőkig támogatja ezt az ötletet, hogy az EU-s államok azzal segítsék a hazatérését a hadköteles korú ukránoknak, hogy semmilyen fajta szociális támogatásban nem részesítik őket. Tudni kell, hogy Ukrajnában 150 euró a minimálbér, tehát ha belegondolunk, hogy ennek a sokszorosát kapják szociális támogatásként Németországban, gyakorlatilag úgy, hogy sokaknak dolgoznia sem kell. Hát így egy viszonylag az ukrajnai léttőhez képest sokkal kényelmesebb életük van. Viszont az André Sibiga, az új külügyminiszter volt az, aki még tavasszal elrendelte, hogy a konzulátusokon Ukrajna határain túl a hadköteles korú férfiak semmilyen fajta ügyintézést ne tudjanak végezni addig, amíg nincs katonakönyv, frissített katonakönyv a kezükben. Viszont ennek nyomán több százezer hadköteles korú ukrán állampolgár szeretne lemondani az állampolgárságáról. Ezt a megdöbbentő információt Mikula Knyazsicki parlamenti képviselő tárta minap nyilvánosság elé. Azt mondta, hogy ennek a konzuli tiltásnak az lett az eredménye, hogy Ukrajna külképviseletein 100 000 szám hevernek ott az ukrán állampolgárságról való lemondási kérelmek, amit egyébként a háború kitörése óta nem igazán bírálnak el, hiszen az ország megítélése nemzetközi imidzsének szempontjából nagyon hátrányos és negatív lenne, ha ezek az információk kibuknának. Ezért is meglepő, hogy Mikola Knyazsicki ezt nyíltan bevallotta, amiről eddig fű alatt beszéltek az emberek. Gyuri, nagyon szépen köszönjük neked, hogy ma itt voltál velünk, természetesen a héten folytatjuk. És akkor most pár perc szünetet tartunk, Vida Ákost fogjuk Münchenből kapcsolni, aki újságíró és aki leleplezi az igazságot a németországi migrációs politikával kapcsolatban. Kettős mérce, ez jellemzi most ezt a politikát, erről beszélgetünk, úgyhogy tartsanak velünk a szünet után is. Brüsszel Magyarországot bünteti a migrációs politika miatt, de Németország esetében nem szól semmit. Megvalósítható-e a kitoloncolás Németországból? És mi áll a háttérben, és milyen Berlin és Kabul kapcsolata? Ezekről mind kérdezzük Vida Ákost, akit Skype-on keresztül kapcsolunk, újságíró és Münchenből jelentkezik. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a nézőket! Ugye ez az egész határzár kérdés, határellenőrzés kérdés, ami felmerült ugye Németország esetében a múlt héten és a mai naptól életbe lépett, ez rengeteg kérdést felvet. Többek között szerintem kezdjük is azzal, amivel felvezettem itt a beszélgetésünket. Ez a kettős mérce. Ugye nagyon érdekes, hogy az Európai Unió Magyarországot a migrációs politika miatt bünteti, Németország esetében azonban még semmilyen kritikát nem fogalmazott meg. Minek köszönhető ez? Annak, hogy nem történt semmi. És ebben nem is fog történni semmi. Az egész határellenőrzés kérdése, amit most a német akcionizmus prezentál, az egy patyomkin falu. Ugye minden sajtóorgánum tele van azzal, hogy a németek most lezárják a határokat, és nem lehet majd bemenni Németországba, ez sajnos nem igaz. A határellenőrzéseket fölállították valóban a határ átkelő helyeken, hogy a zöld határokat hogy vidik, arról soha nem volt semmilyen szó. De a határellenőrzés arról szól, hogy megállítanak autókat szúrópróbaszerűen, megnézik, hogy ki ül benne, jogosult-e Németországba beutazni, vagy nem sikerült, vagy nem jogosult beutazni. Ezáltal rengeteg körözött bűnözőt elfognak, mint ahogy a foci Európa-bajnokság idején visszaállított határellenőrzések során is. De, hogyha jön valaki, és azt mondja, hogy ő menedékjogot akar kenni Németországban, akkor a következő történik. Adnak neki egy cetlit, hogy ide is ide erre a menedék helyre vonuljon be saját lábon, saját kocsival, saját utazását intézze el oda, és oda vagy jelentkezik, vagy nem jelentkezik. Korábban az volt, hogy a szövetségi rendőrség ezeket az embereket, akiket be kellett utalni valamelyik menedékszállásra, ők szállították oda, tehát taxit játszottak. Most ez sajnos egy nevetséges intézkedés, mert ezzel nem védik meg a határt egyáltalán, és ugye az EU-nak nincs is mit kritizálni rajta. Most a CDU elnöke Friedrich Merz azt követeli, hogy állítsák vissza a szigorú határellenőrzéseket,
rendelkezéseket léptessék életbe, az egyébként hatályos dublini rendelkezéseket, miszerint azokat a menedékkérőket, akik már egy biztonságos országon keresztül érkeztek Németországba, és gyakorlatilag csak ilyen van, mert ugye Németország körben van véve biztonságos országokkal, azokat küldjék oda-vissza, de nem akarja ugye egyik ország se befogadni ezeket a menekülteket. Ausztria már jelezte is németeknek, hogy ha valakit visszautasítanak a határon, ők nem akarják már beengedni, tehát akkor ott lesznek a hatásába, vagy hogy lesz ez? Szóval sajnos ez egy ilyen nagyon faramúci rendelkezés. A német szövetségi rendőrségnek a szakszervezeteinek a vezetője napokban azt nyilatkozta, hogy összesen 800 olyan hely áll egész Németországban rendelkezésre, ahova esetleg az ilyen határon elfogott menekülteket be lehetne szállítani, de ebből csak 400-at tudnak használni, és ezek ugye nem a határ mellett vannak, hanem valahol bent az országban, tehát oda kellene nekik valahogy eljutni, vagy elvinni őket. Tehát így néz ki a német határellenőrzés, természetesen ez ugye az EU rendelkezéseivel így nem megy nagyon szembe, ugye a Schengeni egyezmény szerint a szabad mozgást azt ugye engedélyezni kell, és hogyha egy időszakra kijelenti egy ország, hogy ő szükséghelyzetben van, és most ezt egy bizonyos korlátozott időszakra, 3 hónapra, 6 hónapra vissza akarja állítani az ellenőrzéseket, akkor az szabad, tehát nincs miért Németországot megbüntetni, de jelenleg most azon folyik a vita, hogy csináljanak valamit a kormányban, de nem fog történni semmi sem, mert az egész akcionizmus, mondta brandenburgi választások miatt van, szerintem. Ugye a Türingiában, Szászországban megvoltak már a választások, az AfD nagyon megerősödött. A legutolsó jelentések szerint 14. mérés szerint az AfD már Brandenburgban is első helyen van, tehát megelőzik az SPD-t, amelyik ott már évek óta kormányoz. Úgyhogy én az egészet csak egy ilyen elvétett akcionizmusnak tartom. A másik fontos dolog az, hogy a felvezetőben hallottuk Kabulnak a nevét. A szövetségi kancellár Olaf Scholz ma Üzbegisztánban van, Szamarkandban szépen sétálgatott ott az őt fogadó katonai sorfal előtt. Ennek mi a háttere? Az a háttere, hogy Afganisztánban nem tudnak közvetlenül visszatoloncolni afgán menekülteket, vagy legalábbis elég nehezen, ezért Üzbegisztánba akarják őket küldeni, hogy onnan menjenek vissza Afganisztánba, és ezért van most ott a kancellár, és akkor most egy olyan egyezmény kötnek Üzbegisztánnal, hogy akkor majd onnan is befogadnak ide szakmunkásokat, nem tudom, milyen szakmákat fognak el ismerni a németek, de ez egy elvi kérdés most, viszont megkötötték már az egyezményt Kenyával, Afrikában, hogy 250 ezer kenyai szakmunkás jöhet Németországba majd be. Na most a Baerbock asszony, a külügyminiszter azt mondta a napokban, hogy hát szükségünk van ugye szakemberekre, és hogy Kenyában rengeteg fiatal munkanélküli. Na most aki szakember, az miért munkanélküli? Tehát ez is egy furcsa kérdés. Szóval azt mondom, hogy ezek az intézkedések egyszerűen látszatintézkedések. Érdemben nem fog történni szerintem semmi. Jó reggelt kívánok, Ákos. Látszatintézkedések, akkor ez jön a következő kérdésem. Akarja egyáltalán a Scholz vezette a kabinet azt a fajta migrációs szigorító eszközöket bevetni, mint amiről papolnak most már a médiában, vagy pedig ez tényleg olyan szintű látszatintézkedés, hogy mondjuk a brandenburgi választásoknak szól? Szerintem csak a választásoknak szól, nem akarnak, főleg a zöldek nem akarnak. A zöldek elnöke, társelnöke Ricarda Lang a múltkor egy TV talkshowban Nancy Faeser belügyminiszter asszony mellett ülve kijelentette, hogy amit mondott ő a határellenőrzésekkel kapcsolatban, az ugye csak az ő véleménye, ő akciója, de mert még erről a kormányban még beszélni kell. Na most ehhez látni kellett volna Nancy Faeser akkori arckifejezését. Tehát magyarul a zöldek megtorpedóznak mindent, ami ezzel kapcsolatos, és azért húzzunk egy párhuzamot Németország és Amerika között. Amerikában ugye a Biden kormány ideje alatt körülbelül 10 vagy 20 millió migráns érkezett be, teljesen engedély nélkül, nem ellenőrizték őket, szétoszottak az országban, borzasztó bűnözést okozva, ami egyébként is már létezett Amerikában a rengeteg kábítószerfogyasztás miatt. Venezuelai bandák vesznek át például Denverben épületeket, és lakbért követelnek a lakosságtól, az ott lakóktól, akkor Haitiből származó migránsok, akik ugye vudu vallással rendelkeznek, azok, és most ez nagyon csúnya dolog, macskákat és kutyákat esznek. Trump jelenleg a múltkori vitájában ki is jelentette, hogy ezek megeszik a mi házi állatainkat is. Tehát borzasztó viszonyok vannak.
Még egy kérdést szeretnék föltenni. Van egy régi írás, egy tanulmány, a múlt század elején született, egy lakosságcserért irányoz elő Németországot illetően. Valóban ez a lakosságcsere lehet, hogy 90-100 évvel később megtörténik? Ez nem csak Németországot illetően, hanem egész Európára vonatkozik. Kuhlenhof Karergi 1925-ben írta meg a Praktikus Idealizmus című könyvét, amelynek 22. oldalán, legalul az utolsó két sorban kezdődik és folytatódik a következő oldalon az, hogy az európai lakosságot, azt az európai kaukázusi lakosságot negroid típusú emberekkel kell összevegyíteni, amelyek majd később úgy fognak kinézni, mint a régi egyiptomiak néztek ki, és ezzel le kell butítani a lakosságot, hogy az elit az könnyebben tudjon uralkodni fölöttük. Tehát ez a lakosságcsere program, ez szerintem most megvalósul úgy Amerikában is, mint Európában is, ez a terv. Ugye Soros György azt mondta annak idején a saját médiumában, hogy 1 millió migráns kellene Európának minden évben befogadni, és ő erre nagyon szívesen ad kölcsönt, hogy ebből finanszírozzák a migránsokat. Sajnos szomorú, ez a helyzet, ez a terv, és ez megvalósulni látszik. A Zolingeni késelés ügye ugye nagy port kavart, és onnantól kezdve több késelési ügyről is lehetett tudni, bár nem volt akkora nagy sajtóvízhangja. De mi a helyzet ezekkel a késelési ügyekkel, valójában mennyi történik Németországban? És statisztika, ami szerint naponta 34 késeléses bűncselekmény történik Németországban. Na most ez persze változik, ez egy átlag. De sajnos az a baj, hogy tömegközlekedési eszközökön, nagy rendezvényeken, búcsúkon, kiállításokon, vagy akármilyen nagy tömegrendezvényen előfordulhat az, hogy és mindig azt mondják, hogy jaj, hogy szegény pszichésen zavarodott volt, és ezért követte el, mindig van valamilyen olyan támadás, amivel embereket, ártatlan embereket késelnek le. És ez szörnyű, és ez ugye most elterjed a sajtóban, az emberek félnek, elegük van belőle, a német lakosság 77%-a már elutasítja ezt a fajta migrációt, szeretnének változást, de sajnos ettől a mostani kormánytól nem lehet elvárni semmilyen változást. A statisztika, amit egyébként hallottunk, 34 naponta, ez több, mint drasztikus. Ezeket kommunikálja a német média, vagy pedig folytatódik az a fajta bocsánat, de agymosás, mint amit csinálnak a német médiában évtizedek óta? Agymosás az folyamatos, de ez a statisztika furcsa módon valóban a CDF televízió állomásnál jelent meg. Ők publikálták, de sajnos naponta látjuk ezeket a híreket, és van egy olyan weboldal most, amelyben a késeléses támadásokat jelzik minden nap. Most nem jut eszembe a neve, de ilyen is van. Tehát sajnos ezek a dolgok, nem csak késelés van, de rengeteg nem erőszak is van. Tavaly Berlinben csak Berlinben 111 csoportos nemi erőszakot követtek el, országszerte több mint 900-at, most ennek több mint 50%-át migránsok követik el. Hétvégén lesznek a brandenburgi választások, ami azért egyébként nagyon beszédes eredményt is hozhat. Ön mit vár ettől a választástól? Az lesz valószínűleg, mint a türingiai választáson is, hogy a AfD fog nyerni, ami egy píruszi győzelem lesz, már sajnos kormány nem fognak tudni alakítani. Az AfD-vel szemben egy úgynevezett tűzfalat húztak föl a pártok, és nem hajlandó velük senki se koalícióra lépni. A Friedrich Merz ráadásul még nagyon csúnya szavakkal is illette őket, hogy nácikkal is, tehát az AfD-vel egyáltalán nem akarnak koalícióra lépni, pedig lehet látni, hogy a nép többsége konzervatív irányzatú kormányzást szeretne mindegyik tartományban, de ez szerintem nem fog létrejönni. Azt a ideológiai bukfencet is megcsinálja a CDU, ugye, amely kereszténydemokrata unió néven működik, hogy a kommunista utódpárt, szociális egységpárt utódpártjából, a Linkéből kivált Bündi Sara Wagenknecht párttal is inkább koalícióra lép, csak azért, hogy ne az AfD kerüljön hatalomra. Tehát én sajnos semmi változásra nem látok lehetőséget. Bő fél percünk lesz, majd tisztelettel kérlem, hogy ehhez miért nem válaszoljon majd. Hogyha ennyire így alakulnak a választások, akkor Németországban is azt teljesül, hiába van egy népakarat, az gyakorlatilag az a szűk politikai élet első részen önös érdekeit tartja szem előtt. Jól sejtem? Pontosan így van. Sajnos a 2025-ös szövetségi választásokig semmilyen változás nem, ez a kormány küldi a mandátumát, és addig veszekednek, vitatkoznak, még a 2025-ös költségvetést se tudták elfogadni, úgyhogy itt Németországban sajnos káosz van. Bido Ákosnak nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt. Önöket pedig továbbra is arra biztatom, hogy maradjanak velünk, folytatódik a napindító, és egy 70 éves születésnapot is ünnepelünk majd a szünet után, úgyhogy tartsanak velünk továbbra is.